napon, vagyis a költészet napjához csatlakozva a költészet hetén Katona Szabó Erzsébet Ferenczi Noémi díjas textilművész kiállítását nyitottuk meg. Erzsébet textil kollázsai, vagyis bőrkollázsait láthatjuk most a galéria falain, megismerkedhetünk az ő bőrkompozícióival. Egészen május végéig látható ez a kiállítás. A következő kiállításunk pedig Nagy Gábor, Munkácsi díjas festőművész kiállítását remélhetjük itt a galéria falai között. És számomra, hogy otthon teremtő asszonyi és anyai világban teljesedett ki művészete, fenntartva és növelve fogékonyságát, a szublimálás képességét és belső erőinek sűrítését. Bőrkollázsokat látunk most itt a kiállítóteremben. Bizonyára önök is tudják, hogy a kollázs a szabad asszociációk művészete. Szabad a komponálási módszere, képépítési mechanizmusa, a logika és a dinamika látszólag, de csak látszólag szabályok nélkül működik. A motivumok helyét maga az asszociáció határozza meg. A belső összefüggések törvényként irányítják formai és tartalmi elhelyezkedését. A jelen kiállításon egy válogatást mutatok be a Ráczkevei Galéria épülettéhez válogatva, és azokhoz a versekhez, amit itt a megnyitón felolvastam. Tehát egy keresztmetszete azoknak a munkáknak, amiket az elmúlt években készítettem. És főképpen bőrből, másból is dolgozom, de itt egy ilyen válogatás látható. Nyilvánvaló, hogy a versek tematikája miatt azon igyekeztem, hogy olyasmiket mutassak be, ami megjelenik ezekben a szövegekben is, ezért a kedvenc témáimat láthatja a közönség, a kertet, tengert, és azoknak az embereknek az emlékét, akik számomra fontosak. Részben barátok, részben már eltávozottak közülünk. Valószínű, hogy ebben a korban már, amikor az ember már eljut a művészeti alkotásnak egy olyan fokára, hogy több munkája van jelen annál, mint ami egy kezdőnek. Tehát van egy ilyen övr, vagy van egy ilyen műsor, amiből lehet gondolkodni, akkor tudunk rájönni arra, hogy mi az, ami fontos számunkra. És ezt a válogatást, amit most csináltam, ezt úgy gondolom, hogy ezért tettem. Most jöttem rá, én magam is, hogy nagyon fontos számomra ennek a kék-zöld tengerkert világnak a formavilága, a színvilága. Ezt én időről időre, az évek alatt többször elővettem ezt a témát, és többször feldolgoztam, mindig abban a szemléletben, ami éppen aktuális volt. Tehát itt vannak munkák a 90-es évekből, vannak munkák a 2000-es évekből, és vannak munkák a jelenkorból. Sokszor szerepelek kiállításokon, nem önálló kiállításon. Most önálló kiállításra hívtak Budapestre egyszer-kétszer, azt majd el kell fogadni. Nem mindig fogadom el a meghívást, mert nagyon kevés az időm rá, a kiállítás nagy energia, de ez egy nagyon vonzó meghívás volt ide ebbe a galériába, mert ez egy gyönyörű hely. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy még tudunk találkozni itt Ráczkevén is a közönséggel. A mai nap folyamán napközben sétáltunk a Dunaparton, és lenyűgöző számomra ez a nagy víz. Nem, mintha eddig nem láttam volna a Dunát. De az más, amikor az ember egy ilyen ihletett pillanatban jár egy városban vagy egy településen, és ebben a pillanatban formálódott bennem egy gondolat, hogy
a Dunát is meg kellene művé kellene változtatni, vagy a Dunát is meg kellene örökíteni. Nem lehet tudni, hogy 2 vagy 3 év múlva, ha újra Ráckevén járok, nem lesz egy olyan munkám, amit ennek a városnak dedikálom. Hey, take me to the land. Hey, take me.